A Kantémusz kórus műsorával kezdődött az idei Prima Gála a Megyeházán. Az eseményen először az év vállalkozóinak osztották ki az elismeréseket, díjazták az év tűzvédelmi oktatóvállalkozását, textilipari cégét, az év hentesét, házi orvosát, szállodáját és az év gépgyártó vállalatát is. A hagyományoknak megfelelően 10 kategóriában, mind a 10 kategóriában állítottunk jelöltet. Minden kategóriában volt több jelöltünk, ebből elég nehéz volt kiválasztani azt a 10-et, aki bekerül. Ezek közül választottunk aztán az előírásoknak megfelelően 3 prima díjast, és egy kategóriában pedig külön díjat adunk ki. A város is támogatja rendezvényt azzal, hogy kiad egy Nyíregyháza-város külön díját, illetve a megyei önkormányzat szintén egy külön díjat ad ki. Az idei évi megyei prima díjakat a magyar oktatás és köznevelés kategóriában Feketéni Kunildikó, Nívó és tehetségekért díjas balettmester, magyar képzőművészet kategóriában Kerekes Elek Győző festőművész, és a magyar színház és filmművészet kategóriában Pregicer Fruzsina, Jászai Mari díjas színművész vehette át. Nagyon köszönöm köszönöm mindenkitől, aki gondolt rám, és ahogy az utcán megállítanak az emberek. A kukástól, a gyógyszerésztől, a Kölcsei televízióig. Ez mind, ahogy Radnóti mondja, hogy lepke kezeddel incs felém, hogy jól van így, hogy te tudod, hogy nem hiába élek én. A gálán elhangzott, az elmúlt 10 év alatt a megye egyik legrangosabb eseményévé nőtte ki magát ez a rendezvény. Elmondhatjuk a 10. jubileumi gálán, hogy ez az esemény egy valóban rangos és színvonalas, a megye talán egész társadalmát megmozgató eseményén nőttek ki magát. Mindenki jól érzi magát, aki esetleg nem is lett prima, annak is egy nagyon szép estét szerzett ilyen módon a Bossa Vállalkozók Szövetsége. És arra is példa ez, hogy hogyan tudják a vállalkozók, akik valójában az egész gazdasági szerkezetet viszik, valamiféleképpen kifejezni a hálájukat, elismerésüket a közösségért végzett munkáért, tanároknak, tudósoknak, művészeknek. Valóban egy nagyon szép esemény minden évben, és már várt esemény számukra is a Megyeházán, és talán szélesebb közösség számára is. A gálán külön díjakat is kiosztottak. Magyar Tudomány kategóriában dr. Hajnal Béla kapott külön díjat, Nyíregyháza díjazottja Tamás Attila, a megye díjazottja pedig dr. Ratkó Lújza lett.